hálaadó istentisztelet kezdődött itt a Szent Pál Székesegyházban, amelyre óriási tömeg verődött össze, hiszen a királyi család szinte minden tagja képviselteti itt magát. A királynő sajnos nem tudott jelen lenni sokak csalódására. Tegnap este jelentette be a palota, hogy a tegnapi Trooping the Colour felvonulás közben kényelmetlenül érezte magát, tehát rosszul volt, és emiatt sokak csalódására nem jött el ma a királynő, akinek a 70. évi trónra lépését ünneplik ezen a héten a britek. Azonban Harry és Meghan, aki már 2 éve nem csatlakozott a királyi családhoz hivatalos megjelenésképpen, eljöttek. Természetesen sokan kifütyülték őket, amikor megjelentek, mert 2 éve botrányos körülmények között távoztak a királyi család dolgozó tagjai közül. Károly herceget és feleségét Camillát azonban éjjenzés fogadta. Károly az utóbbi időben több funkciót is átvett édesanyjától, így például ezen a mai istentiszteleten is ő veszi át a királynő helyét. Ezzel a hatalom lassú, de biztos átadása megkezdődött. Senuda Nóra, Euronews, London.